akkor onnan indulunk el, hogy ez a Műszaki Egyetemnek az oktatóreaktora. Nagyon sok tehetséges fiatal van, akik érdeklődnek a fizika iránt, szeretnének esetleg ezen a területen tovább tanulni. Arra gondoltunk, hogy akkor indítunk egy ilyen nukleáris szaktábort, nukleáris szakmának a utánpótlását megoldjuk. Az atomon belül milyen titkok vannak? 9. 11-esek számukra is biztosítjuk a táborodást, meg a nukleáris technika megismerésének a lehetőségét. És ugye a Balaton mellett vagyunk, tehát ha mód van rá, akkor azért minden nap eljövünk a strandra is. Fölmegyünk Pestre is kirándulni, úgyhogy sok más program is van, meg együtt lehetnek. Azok, akik nem először vannak itt, azok nem feltétlenül az előadásokért jönnek már, mert ők már hallották ezeket, hanem általában azért jönnek, mert jól érezték magukat a többiekkel. 14 év távlatából már látjuk, hogy sikerült felkelteni a diákok érdeklődését a nukleáris technika iránt. Több olyan diákunk van, aki itt volt a táborban és ezen a szakterületen haladt tovább. Innen kapja meg a gőzt és forgatja a turbinát. Nagyon jó leső érzés, hogy ők tényleg energiát fordítanak a nukleáris technikára. Meg minden évben adunk ki feladatokat, sokszor éjszakában nyúlóan dolgoznak ezeken a feladatokon. Nekem, aki ennél fanatikus, hogy nyár első hetét a fizikának szenteli, az biztosan lesz, hogy nem fogja ezt szokon menni.